Ujjjjjj. Van nekem egy tartalék csaptelepem a szekrény aljáról. Ennek már résznek tűnik itt a belseje, de nagy esélyt látom, hogy nem ugyanaz a típus, de azért megmutatom, ezen igazság szerint egész könnyen letekerhető gombnak kéne lennie. A alján 12-es imbusz kulcsnyílás van, elég nagy kulcsnyílás. Ezt ha beleillesztjük, akkor ennél a típusnál már meg is lazult. Simán letekerhető. Így. És ennél a típusnál ez nem jön ki, hanem ezt is tekerni kell. És ez így jön ki. Ezt pedig lehúzzuk, amint letekertük kellőképp, így. És így jön ki a betét. Szóval attól félek, és beigazolódik a gyanúm, hogy ez típusonként sajnos eltér. Így sajnos teljesen esélytelen, hogy jó legyen a felszerelt csaptelepem, mert azon nincs is menet, ahova ezt betekerjem. Tehát ez a betét nem lesz jó az én csaptelepemre. Meg lehet próbálni az interneten vásárolni ilyen betétet, de nem könnyű. Azok a gyártók, akik nevesebb gyártók és a saját termékükhöz adnak ilyen betéteket, azok olyan áron adják, hogy akár lassan vehetnénk is egy új csaptelepet, legalább a fele a alkatrész árnak a új csaptelep árához képest. De ott meg lehet próbálni, ezeknél a név nélkülieknél pedig, hát, szerencse kérdésé, úgy gondolom, itt boltba személyesen bementem, nem árulnak, interneten megvenni pedig kicsit rizikós, bár egész olcsón találni, 1500 forintért körülbelül találtam telepeket, de most, hogy ez jó lesz-e hozzá, vagy nem, én most azt fogom csinálni, hogy ezt fel fogom szerelni, és megnézem, hogy mi a baja, gyanítom, hogy a kerámiabetét van rommá menve benne. Az is problémás, a kerámiabetétet is csak komplettel lehet cserélni, nem adnak hozzá tömítést, azoknak is mind különbözik a tömítése, úgyhogy gyanús, hogy kettőből a földre fogunk ülni. Első lépés, hogy elzárjuk a vizet. Második lépés, kiengedjük a nyomást. Azt gondoltam, hogy egy 30-as villát kulcs jó lesz, de igazából ez olyan 29-es. Legalább a meglazítás erejéig egy kis alátétet behelyeztem, hogy ne romboljam nagyon a kulcsot, de igazából a 30-as is megfelelő. Remélem passzol, igen, passzol, ezt azért reméltem, hogy így lesz, és akkor de szép. Szóval a helyzet az, hogy egy picit van közte egy kis különbség, egy fél milliméter, így mivel ezek excentrikusak, lehet rajtuk állítani. Így most ezen fogok állítani, illetve lehet, hogy le is fogom fújni klórral, ha már így beláttunk mögé.
Közben átgondoltam, ezt is le kell tekerjem, mivel hogy mind a kettőnkkel állítsak, mert ha csak ezen állítok, akkor egy kicsit mondjuk fentebb vagy lentebb kerül, és akkor az egész csap nem lesz már vízszintben. Úgyhogy ezt is le kell szedni, viszont ez szorul. És akkor itt is ki lehet takarítani. Közben meg is csinálhatjuk az állítást, amúgy nagyon keveset kell állítani. Ez is egy gyönyörűen ideális 14-es kulcs. Mozdulat kell csak. Na. Az is lehet, hogy rá van csemperakasztózva. Bocsi, hogy messze raktalak titeket, de kell a hely. Elég makacs ez a helyzet. Helyzet. Attól félek, hogy rá van csemperagasztózva, vagy be van rohadva. Oh, megmozdult. Oda-vissza, és a ütőletés az tud segíteni. Ajaj. Nem tudom, hogy eleget ment-e. De úgy tűnik, hogy eleget ment. Nagyon kevés kellett, hál' Istennek, mert nem akartam nagyobb erőszakhoz folyamodni, félek, hogy kárt teszek a csempében. Na nem, mint hogyha nem férne rá egy újra csempézés. Na de azt mégse karácsonykor. Lehet, hogy csak ezen tudtam állítani, és ezen nem. Így talán még az is előfordulhat, hogy kimentünk a vízszintből, de annyira keveset kellett állítani, hogy nem fog szerintem ez feltűnni, illetve hát az is lehet, hogy most van vízszintben. Akkor jó, ha kézzel rá lehet nagyjából tekerni, mert akkor nem szorul a menet. Amikor meghúzzátok, arra figyeljetek, hogy nem kell megtépni, ugyanis gumitömítés van benne, és a gumitömítést azt nem kell túl erőszakolni, csak úgy érzéssel, mert túl lehet húzni. Legfeljebb, ha még szivárog, akkor finoman ráhúztok. Inkább szivárogjon, mint sem, hogy szétmenjen a gumitömítés. Hát, nyissuk meg a vizet. Jó! Jó, a tömítéssel ezt cseréljük tömítést. Tök hülye vagyok. Az a feketeség benne, csak a guminak a maradéka. Nincs is benne gumitömítés. Egy őre megpróbáljuk eltenni a régiből. Aztán, ha nem jó, akkor keresünk tök újat. Ó, elég kemény. Inkább keressünk egy tök újat. El se hiszem, a Lidl-ös tömítéskészletben volt. Így már jól látni, hogy nincs benne tömítés. Most már lesz. Itt a nyakánál fogom a kulcsot, hogy ne tudjak túl nagy erőt kifejteni. Így jobban érzem az erőt, amit adni kell neki. Csak finoman. Szerintem egyelőre így jó is lesz. Ha kell, akkor még húzunk rá. Itt áterezt a meleg víz oldalon. Hú, mondjuk, ott benne anyag. Kicsit eresszük ki. Viszont az zuhanyváltó működik. És akkor én megpróbálok még egy picit húzni, bár
Ez a csöpögés, ez aggaszt. Oh yeah. Elmúlt. Úgy tűnik, működik a projektünk. Működik. Hál' Istennek. Hát a tapasztalat az, hogy alkatrészt cserélni kifejezetten nehéz, mert az olcsó csapokhoz, amihez olcsó az alkatrész, nehéz utánpótlást találni, ha csak nem eleve egy olyan típust veszünk. Vagy a drágább csapokhoz, amiket amúgy én preferálok, azokhoz viszont az alkatrész is elég drága. Hát, mit tudunk tenni? Ezt tudunk tenni. Próbálkozunk, javítgatunk. Én abban bíztam, hogy egy ógyűrű cserével meg lehetne oldani, de sajnos nem csak, hogy az volt a fő probléma, hogy ez műanyagból volt, hanem az is, hogy ez a tányér tömítés, nem tudom mi ennek a neve, ennek a profilnak, ezt kellett volna kicserélni igazából, hogy ne eressze így át, és ilyet nem tudok leakasztani, ilyen nem nincs. Ilyen tömítésem. Meg azt tapasztaltam, hogy különböző ilyen csapokat különböző módon kell szétszedni, szóval lehet, hogy a tiéteket majd nem így kell, hogyha ez alapján akarjátok megcsinálni. De azért nagyjából úgy vélem, hogy valami ilyen módszereket kell alkalmazni. Láttam olyat is, ahol kihúztak egy műanyag elemet, mármint idomot, a betétből, és úgy kezdték el kitekerni, meg olyat is láttam, ahol a rugó feszességét állították, úgyhogy lefogták itt egy csavarhúzóval, és tekerték. Nekem ilyenem nincsen, hát ha tiétek olyan, nem tudom, azzal lehet állítani azt, hogy mennyire tartsa meg a víznyomás ezt a kihúzott állapotot, mert azért nálam egy viszonylag nagy víznyomás kell, különben visszaesik. Hát meg sem néztem, hogy most ezzel az ujjal mekkora víznyomás kell, mert egy ennyi víz nem volt eddig elég. Most sem elég. Állítólag ezt lehet állítani. Így már megtartja. Állítólag ezt lehet állítani. Ezt se cáfolni. Sem megerősíteni, nem tudom. Kellemes karácsonyt mindenkinek. Sziasztok!